Magasabb fizetést és pénzt kapnak a sofőrök, a buszokra viszont többet kell várni. Pécset járatritkítást eredményezett a közlekedési dolgozók béremelése. A buszsofőrök fizetése 20, a többi dolgozó bére 14%-kal nő. A cégvezető szerint a változás nem fog fennakadást okozni a tömegközlekedésben. 1800 forintra emelkedett a Tüke busz kezdő sofőreinek órabére a tárgyalásokat követően. 20%-os növelést tudtak kiharcolni, amivel elégedettek, mivel az utóbbi években az infláció mértékét sem érte el az emelés. Ez a maximum, amit ki lehetett hozni. Ugye köztudott, hogy olyan 8-10-15 éve nem volt itt rendes valamire való béremelés. Ugye mindig inflációt vagy az alatti béremelések voltak. Ezért ez a 20% ez most egy jól elérhető eredménynek számít. A cég többi dolgozójának bérét 14%-kal emelték. Sokan úgy vélik, ennek forrását a buszjáratok ritkításából kívánja előteremteni a cég. A társaság vezetője szerint ez nem igaz. Nem fog kevesebb busz járni. Folyamatosan figyeljük a forgalmat. Jelen pillanatban apróbb racionalizálásokat csinálunk a járatoknál. Nem fog. Több elektromos jár, most már 18, és igyekszünk hatékonyak lenni. A híradónk által megkérdezett utasok azt tapasztalják, hogy gyakran maradnak ki járatok. Többen is azt mondták, hogy bár azt is meg lehet szokni, a csúcsidőben komoly gondot okoz a ritkítás. Azoknak, akik reggel dolgozni mennek, meg az iskolába, meg az óvodába kell nekik időre beérni. És ha kimaradnak a járatok, akkor van a késés. A megkérdezett utasok ugyanakkor azt is elmondták, hogy örülnek a béremelésnek, mert ők is nyugodtabbak, ha olyan sofőr vezeti a buszt, aki nem az anyagi problémáival foglalkozik menet közben.